emlékszem, kiskoromban azért vártam mindig az őszt és a születés bornapokat, mert olyankor lehetett a vásárokban kapni kürtős kalácsot. A kedvencem az a klasszikus vaníliás, de most azért jöttem ide a kürtős kalács fesztiválra, hogy valami újat is kipróbáljak. Látom, ti itt aprítjátok a kürtős kalácsot, miért, mi lesz ebből? Ínyenségek vannak ezeknél a standoknál, az úgy kell elképzelni, hogy ugye többféle kürtős kalács készül. Van nálunk csapágy, ami hagyományos kürtős kalács alapú, tehát minden nálunk a hagyományos erdély kürtős kalács. Nutella krémmel van töltve, igen. És mogyoró. Készülnek fondük, kürtős kalácsot belemártogatni belga csokiba. Nem bírom ki, azonnal meg kell kóstolnom. Legyen benne minden. Zseniális. Különlegesség a mána, a pepper. Van chili choking. Van citrus, van a cappuccino, ez az idei. Olyan az íze tényleg, mint egy cappuccino. Igen. Melyiket szeretik ezek közül a legjobban az emberek? Hát a legjobban a málnásat. A málnásat szeretik, az epreset. Olyat tudnál csinálni, hogy mindegyik ízből van rajta egy kevés? Hát igen, csak akkor nagyon gyorsan kell csinálnom, mert igazából hamar megköt a cukor, és akkor nem ragad rá. Megkapom a kürtős kalácsomat, és minden ízből lesz rajta egy csík. Titok a minőségű bükkfaszén Erdélyből. Farkasok át. Csillis csoki után jöjjön most egy kis áfonya. Áfonya íze van. Van itt még a másik felén, hoppá, kapucsínós is. Erre nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Ez is tök rendben van. Klasszikus kapucsínó íz. Azért még ennél több kell, hogy legyen új kedvencem. Ez a kürtös kalács forradalma, hogy töltsér alakú kalácsba adjuk a fagyit, a tejszínhabot, a nutellát, és különböző édességekkel fel lehet ezt díszíteni. Az még a specialitás, hogy 10 féle fagyival tudjuk adni. De ez most pont egy különböző ízű fagyik. Igen, ez pont egy áfonyás joghurtos, neked is adom, csekkod le, hogy milyen. Wow. És eperöntettel, nutellával megkenve a széle, és úgy egy színes fogyók is vannak. Egy jó kolbászost elfogad? Jöhet! Parancsoljon! Milyen kolbász van benne? Ez enyhén csípős debreceni, aha. És jégsalátával, paradicsommal, hamburger szósszal, sajttal. Jó étvágyat! Végigettem a fesztivált, úgyhogy összegezünk gyorsan, a legkülönlegesebb íz az nekem a csokis csilis volt, nem bántam meg, hogy kipróbáltam. Ettem még kolbászos, kürtős kalácsot is, ez azért volt jó, mert sós kalácsba töltötték bele, és olyan volt, mint egy hotdog, de ami a legjobban ízlett, az az volt, amikor mártogatni kellett csoki és málna szószba a kalácsot, viszont annyit ettem, hogy biztos, hogy most elmegyek futni. Geniális!